Pozitívan alakult fűzös a baj munkaerőpiaci helyzete 2018-ban, számolt be róla Guardian Edit, a Heves megyei kormányhivatal fűzösabonyi járási hivatal foglalkoztatási osztályának osztályvezetője. A foglalkoztatási ráta az 2014 óta folyamatosan növekszik, így volt ez 2018-ban is járásunkban, ezzel párhuzamosan a regisztrált álláskeresők száma és aránya pedig folyamatosan csökken. 2018. november 20-i zárási adatok alapján ez a legfrissebb zárási adatunk. 899 főt tartottunk a fűzesabonyi járásban nyilván. Ez azt jelenti, összevetve a 2017 hasonló időszakában mért adatokkal, hogy ez a csökkenés 8%-os mértékű volt. A Heves-megyei álláskeresőket tekintve a fűzesabonyi járásban az álláskeresők 9%-a él. A regisztrált álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség arányához mérten 2018 novemberi zárási adatok alapján 7,7%-os volt. A regisztrált álláskeresők számának a csökkenése mindenképpen a munkalehetőségek bővülésének és a munkavállalási hajlandóság pozitív elmozdulásának köszönhető. Munkaerőkölcsönzők, nagyobb cégek fordulnak hozzánk álláslehetőséggel, munkaerőigénybejelentésekkel. Erre mi folyamatosan közvetítéseket, csoportos behívásokat, tájékoztatókat szervezünk. Pozitívnak tartjuk szintén, hogy ezek a cégek, munkáltatók nem csak közvetlenül az álláslehetőségeket ismertetik személyesen is a munkavállalóknak, hanem igyekeznek a cégek életét, a munkakörülményeket bemutatni a megfelelő bérezésen kívül. Különféle kafetéria egyéb jutatásokat kínálnak, és segítik a mobilitást is, tehát az utazáshoz is, akár munkás járatokkal is hozzá tudnak járulni, hogy megfelelő munkaerőt tudjanak fölvenni. A foglalkoztatási osztály célja, hogy elősegítse a közfoglalkoztatottaknak az elsődleges munkaerőpiacra történő bejutását. A közfoglalkoztatási programok különfélék vannak. Az országos közfoglalkoztatók a fűzesabonyi járás területén 307 főt tudtak az elmúlt évben foglalkoztatni. A start projektekben 12 településen 26 projektben végeztek értékteremtő tevékenységet. Az álláskeresők 310 fő volt a járásunkban 2018-ban, hagyományos közfoglalkoztatás keretei között pedig 471 fő dolgozott. A közfoglalkoztatással kapcsolatban kiemelném azt, hogy a szakképzettek esetében közfoglalkoztatás tekintetében másképp járunk el, tehát szakképzetteket csak rendkívül indokolt esetben engedünk közfoglalkoztatásba amiatt, mert az ő részükre versenypiaci állásokat tudunk többségében ajánlani. Nyilván azok az esetek kivételek, mikor például egy települési önkormányzatnál olyan jellegű gépet kell kezelni, amihez valamiféle szakképesítés vagy hatósági igazolvány kell, azt nyilván csak olyan kezelheti, akinek ez megvan. Tehát ezekben az esetekben szoktunk kivételt tenni. Ugyanakkor a közfoglalkoztatottaknak, nem csak a szakképzetteknek is, ha van megfelelő versenypiaci állás lehetőség, akkor a közfoglalkoztatás ideje alatt is ajánlunk állásokat. Volt egy nagyon pozitív dolog, amit mindenképpen meg kell említenünk. Ebben az évben negyedik alkalommal az országos közfoglalkoztatási kiállításon megyénket a két járási település képviselte újra, Mezőtárkány és Mezőszemere. Ezen a kiállításon a pavilonokban a közfoglalkoztatás ideje alatt készített termékeket, illetve magát a tevékenységet, az előállított termékeket mutatták be, és nagyon színvonalasan képviselték járásunkat. 2019. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, a teljes munkaidő teljesítése esetén, havi bér alkalmazása esetén 149 ezer forint, heti bér alkalmazása esetén 34.260 forint, napi bér alkalmazása esetén 6.860 forint. A nettó összege 99.085 forint.
Szintén január 1-től a garantált bérminimum a teljes munkaidő teljes havi bér alkalmazása esetén 195 ezer forint, heti bér alkalmazása esetén 44.830 forint, napi bér alkalmazása esetén 8.970 forint, a garantált bérminimum nettó összege így 129.675 forint. Guardian Edit azt is hozzátette, a hiányszakmák köre az elmúlt években nem változott. Továbbra is folyamatosan keresnek a munkáltatók, és folyamatosan tudunk állást ajánlani a CNC gépkezelőknek, az épület szerkezet lakatosoknak, bármiféle mérnöknek, gyártósori összeszerelőknek, de bármikor el tudunk helyezni a vendéglátás területén szakácsokat, pincéreket is. A járási hivatal foglalkoztatási osztálya elsősorban közvetítése tudja segíteni az ügyfelek munkához jutását. Ha valaki álláskeresőként hozzánk jelentkezik, regisztráltatja magát, az azt jelenti, hogy akar, tud dolgozni, tehát az ő részükre az állás lehetőségeket kínáljuk. A támogatást nem igénylő beérkezett munkaerőigényeknek csupán az 5,7%-a az, tehát a megyei munkaerőigényeknek 5,7%-a az, ami a főzesabonyi járásra vonatkozik. Tehát ebből az következik, hogy a főzesabonyi járás álláskeresőjének fel kell vállalniuk az elhelyezkedésük érdekében azt, hogy valahogyan eljutnak arra az álláshelyre, tehát itt a mobilitási hajlandóságon még mindig van mit csiszolni. Tényleg szerencse az, hogy a munkáltatók igyekeznek munkásjáratokkal segíteni ezt a problémát, tehát hogy odajussanak megfelelőképpen a munkavállalók. A bejelentett munkaerőigények többségükben az ipar, építőipar, kereskedelem, egyéb szolgáltatások területéről érkeznek hozzánk. A 2018-ban is nagyon kedvező támogatási feltételeket tudtunk ajánlani a különféle programjainkon keresztül. Ezek főként bérjellegű támogatások, illetve képzési lehetőségek voltak. Azt elmondhatom, hogy járásunkban 487 fő kapott az elmúlt évben bérjellegű támogatást, és 202 főt tudtunk képzésbe vonni. A GINOP és a TOP programok a főzesabonyi járásban kibővültek egy újabb programmal. Kicsit megcsúszott a szervezése, illetve az indítása, de november-december hónapban tudtunk indulni a főzesabonyi foglalkoztatási paktum projekttel. Ennek keretében, hát nagyon rövid idő állt a rendelkezésünkre, de 45 főt tudtunk különféle szolgáltatásokba vonni, illetve főzesabonyi járáshoz tartozó munkavállalót főzesabonyi járásban található munkahelyre tudtunk támogatással elhelyezni, illetve képzésbe vonni. Osztályunkon az Országos Foglalkoztatási Alapítvány által foglalkoztatott munkatárs is dolgozik. Az ő segítségével minden települési önkormányzat közfoglalkoztatottjaihoz sikerült eljutnunk. Itt különféle foglalkozásokat, tájékoztatókat tartott ő is, illetve a megyében több OFA munkatársunk dolgozik, tehát többet magával. Ezeken a tájékoztatókon nem csak a versenypiaci állásokat, álláslehetőségeket ismertették, hanem álláskeresési technikák oktatását is folytatták. Ezzel segítették a versenypiaci elhelyezkedést, az ő segítségükkel 42 főt sikerült 2018-ban így elhelyeznünk, akiknek a részére elhelyezkedési támogatást is tudtunk biztosítani. A fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését az ifjúsági garancia rendszer segíti, mondta az osztályvezető. Ennek többféle kimenete van, bérjellegű támogatások, illetve képzési lehetőségek, de természetesen minden réteget, tehát minden munkaerőpiaci csoportot segítik a támogatásaink. Legfontosabb feladatunk 2019-ben is az álláskeresők versenypiaci elhelyezkedésének, illetve a valós munkaerőpiacra történő segítése.